Hárman is elhunytak rákos mente kiválóságai közül az elmúlt hónap folyamán. A 2018-as év első testületi ülésének kezdetén dr. Kámán Alajos Széchenyi Díjas kémikusra, rákos mente díszpolgárára, Fejér Gyulára rákos mente egykori alpolgármesterére és Komár Bertalanné rákos légetér díjas nyugalmazott pedagógusra, illetve az új utcában életüket vesztettek emlékének adózott a képviselőtestület. Ezt követően a városvezető megtartotta beszámolóját az elmúlt egy hónap legfontosabb kerületet érintő eseményeiről. Elsőként az egészségügyet érintve egy 2017. decemberében hozott döntésről számolt be. A kormány 1,65 milliárd forintos támogatást szavazott meg a Ferihegyi úti szakrendelő bővítésére. Rízlevente polgármester visszautalt rá, amikor megkezdte ebben a ciklusban a munkát az önkormányzat, szóba került a szakrendelő bővítésének szándéka is eldöntöttük azt, hogy ennek a ciklusnak a középpontjában az egészségügy fejlesztése kell, hogy álljon. A döntéseink sorában az első az volt, hogy az alapellátást korszerűsíteni kell, a házi orvosi rendelők mindegyikét föl kell újítani, ahol nincs lehetőség a felújításra, ott pedig újat kell építeni. Ez volt az első stratégiai döntés. A második, hogy ebben a ciklusban meg kell valósítani, fenntartótól függetlenül a szakrendelő bővítését, az ottani uh, eszközök korszerűsítését. Ez volt a második nagyon fontos hangsúlyos pont, a harmadik pedig az, hogy szeretne Rákos egy új mentőállomást. Mindezeket uh, azt gondolom, hogy a ciklus végéig el fogjuk tudni érni. Alapellátást az orvosi rendelőket uh, illetően ismert, évről évre haladunk a rendelők felújításában. A szakrendő tekintetében viszont érdemes megvilágítani a különböző lépéseket. 2015. áprilisában volt az első meghatározó döntésünk, bizonyára emlékeznek. Rákos Mente képviselőtestülete elhatározta, hogy saját kézbe kívánja venni a szakrendelőt, a fenntartó jogot az államtól átkívánja venni. Ugye azt tapasztaltuk, hogy ez nem megy át. A másik tapasztalat az, hogy, hogy ezt politikai akarat sem támogatja. El kell döntenünk azt, hogy, hogy melyik irányba induljunk el. A, rangsort továbbra is úgy állítsuk föl, hogy előbb átvesszük, és utána mi magunk majd felújítjuk, rendbehozzuk, vagy cseréljük meg ezt a célt, és mindenek elé helyezzük azt, fenntartótól függetlenül, hogy az épületet fel kell újítani, és ki kell bővíteni, és majd azt követően térünk vissza a fenntartó jog kérdésére. Ugye mindezt egyébként olyan körülmények között is tapasztaltuk, hogy a a fenntartó és a működtető is a szakrendőt illetően teljesen tétlen volt. Tehát fejlesztési szándék nem nyilvánult meg senki részéről rajtunk kívül ebben az időszakban. Tehát eldöntöttük, hogy a rangsort módosítjuk, és igyekeztünk fejlesztési forrásokat felkutatni és a célra rendelkezésre bocsátani. Uniós források már nagyon korlátozottan álltak rendelkezésre ebben az esztendőben, 2015-ről beszélünk amikor megtudtam, hogy keop források visszahullanak, és lesz egy energetikai pályázat, arra rögtön beneveztünk más intézményeinkkel együtt, a szakrendelőt is bepályáztuk, független attól, hogy nem mi vagyunk annak fenntartói, és ez a pályázat eredményes volt. 2015. szeptemberében megkaptuk a támogatólevelet, és az év végéig bezárólag meg is történt az energetikai felújítás, a homlokzati nyilázáró cseréje, a tetők orszörűsítése. Hangsúlyozóan nem tettünk mást, erre a célra kaptunk csak forrást, akkor még nem volt lehetőség arra, hogy belső felújítás vagy bővítés irányába menjünk tovább. Ezt a projektet egyébként párhuzamosan kísérte egy másik, szintén Keop forrásból két digitális röngengépet szerezhetett be a Balcsi, az egyik a Ferihegyi útra, a másik pedig a tüdőgyógyászatra került egyértelműen és világosan látszott ekkor már, hogy fejlesztés csak állami vagy önkormányzati forrásból fog megvalósulni, erre uniós forrás nem lesz, tehát mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ehhez támogatást kapjunk. A feltétele egy támogatásnak az, hogy egy projekt elő van készítve, ezért az volt a legfontosabb, hogy haladjunk előre a tervezésben, haladjunk előre az előkészítésben, ennek mentén lépésről lépésre haladtunk. Elsőként 2016. áprilisában elfogadtuk a területre vonatkozó szabályozási tervet. Ez volt az alapja annak, hogy egyáltalán az épület bővülhessen. A következő lépés volt a telekalakítás. A telekalakítás azért volt szükséges, hogy rendezni tudjuk végre a tulajdonviszonyokat. A szakrendelő bővítése nem kaphatott építési engedélyt addig, amíg létre nem jön egy, az eddigieknél nagyobb telek az intézmény körül a szükséges parkolóhelyek kialakítása érdekében. Ehhez azonban a fővárosi önkormányzattal is meg kellett egyezni, mint a szakrendelő közvetlen fenntartójával. Elközben a kormány előkészítette az Egészséges Budapest elnevezési programját, a kerület vezetése pedig felvetette, hogy a kezdeményezésnek legyen része a szakrendelő bővítése is. Többször is uh, egyeztettünk erről, én jártam fönt az AEK-ban, illetve Cserháti Péter miniszteri biztosnál, aki az Egészséges Budapest program koordinátora, és uh, így született egy kormányzati döntés, hogy amellett, hogy a kórházak, a budapesti kórházak felújítása történjen meg, 2017. június 30-ig valósuljon meg a felmérése első lépésként a fővárosi és regionális szakrendelőknek. Ekkor Folytattuk ezeket a konzultációkat, láttuk azt, miközben ez a döntés megfogalmazódott, hogy igazából nincsen koncepció a járóbeteg szakellátás rendezésére, igazából egyéni legverseng mindenki, mindenki a saját területén, a saját kerületét igyekszik képviselni. Nekünk igazából csak akkor van esélyünk érvényesülni, hogyha mi is belállunk ebbe a versenybe, és az előkészítésben ugrunk egy nagyot. Nem volt továbbra sem szándék ö, a bővítésre, legalábbis a kórház, mint fenntartó szintjén, de az AEK-ban sem éreztük azt, hogy számukra a rákosmentel szakrendője lenne a legfontosabb. Ezért 2017. júniusában javasoltam azt, hogy átveszük ezt az előkészítési feladatot, és a testület döntsön arról, hogy maga tervezi meg a bővítést, és a kiviteli terveket és az engedélyes terveket maga fogja finanszírozni. Ez volt azt gondolom egy olyan meghatározó fordulópont a történetben, ami aztán lehetővé tette azt, hogy a versenyben, amely a forrásokért zajlott, előtérbe kerüljünk, és eredményesen tudjunk a többi versengő projekttel is harcba menni. Ez Követően pedig ősszel már az előkészítés zajlott, már a források megítélése kapcsán, miután az önkormányzat vállalta ezt a költséget és ezt a tervezési munkát, innentől kezdve már sínre kerültünk. Az ősz folyamán a kormányzati előterjesztés elkészítésében közreműködtek a hivatal szakemberei, illetve Fenke doktor úr, a szakrendelő szakmai vezetője, és jó magam egyeztettük le a műszaki tartalmát a tervezési diszpozíciónak és az előterjesztést is magát, a kormány előterjesztést, és eljutottunk oda, hogy pontosan tudtuk, hogy halad szépen sorban lépésről lépésre ez a dolog, eljutott kora ősszel oda, hogy döntött a miniszteri értekezet az emmiben, aztán bekerült a kormány elé, aztán a közigazgatási államtitkári értekezet is megerősítette végül pedig a kormány december 13-án. Elfogadta más szakrendelőkkel egyetemben ennek a projektnek is a támogatását. Most ott tartunk, hogy a labdát elgurítottuk, zajlik a fejlesztésnek a tervezői munkája, a tervezői konzultációk elindultak, valószínűleg Február végére lesz már euh, egy olyan koncepció, amit be tudunk mutatni a testületnek, vagy legkésőbb márciusban, és április 30-át adtuk meg a tervezési munka végső határidejének. Azután le kell szállítani a terveket, és el kell indi, indulni a hatósági engedélyezésnek. Erre nagyjából 60 nap állat rendelkezésre. Ha minden rendben megy, akkor. Euh, május végére jogerős építése engedélye is lehet a bővítésnek. Ríz Levente polgármester az egészségügy témakörénél maradva kiemelte, hogy szintén 2017. decemberében született meg az Egyesség Rákosmente Önkormányzata és az Emberi Erőforrások Minisztériuma között, ami biztosítja a Rákoskeresztúri mentőállomás megépítését. Az elmúlt hónapok 2017-ben arról is szóltak, hogy ennek a projektnek a lehetőségét fölmértük. Ezzel kapcsolatban ugye mindenki előtt ismert az egészségház utcai telephely szűkössége, a kapacitás hiánya az OMS részéről már egy régóta ismert igény volt, hogy bővüljenek. Az igényt azon kívül, hogy megfogalmazták, bennünket is megkerestek, közösen beszélgettünk róla. Végül a kormány elé vitte az MMI ezt a javaslatot, és más vidéki településekkel együtt, egyetlen fővárosi helyszínként Rákoskeresztúron is úgy döntött a kormány, hogy támogatja a mentőállomás létrehozását. Elsőként a tervezésre adott forrás, 15 millió forintot, és 2018 nyarán pedig a kivitelezésre is fog várhatóan forrás biztosítani. Mi javasolni fogjuk egyébként azt, hogy ma a testület adja meg az érintett terület kapcsán a tulajdonosi hozzájárást, hogy a tervezési munka minél gyorsabban megvalósulhasson. 2017. decemberében kormányhatározat döntött arról, hogy 50 millió forintot biztosítanak Rákosmente önkormányzatának részére az előregetett aszfaltos utak burkolat cserére. Az Uszoda utca, a Csicsörke és az Aranyúd utca között, a Csaba Gyöngye utca, a Lemberg és a Szabadság sugár út között, valamint az Egészségház utca, a Földműves és a Diák utca között újulhat meg. Történik itt egy aszfalt burkolat csere. Folytatódik a fővárosi útfejlesztési program is, melynek keretében a tavalyi év folyamán megvalósult az Egészségház utca és a Flamingo utca felújítása. A munkálatok pedig 2018-ban sem állnak meg. Megvalósul a Péceli út, a Béla telepi út felújítása, az Rinyi út, a Bártfai utca, a Borsó, a Lemberg, az Újlakutca utca, Széchenyi utca, a Pesti úti szervizút, a Bakter utca, Kodványi János tér burkolat felújítása valamint egy kanyarodósáv kiépítése a Feréhegyi útról a Pesti útra. Megtörténik a 16. kerületben a sokak által kérdezett út és bökényföldi út felújítása is. A zebrák tekintetében decemberben megvalósult ö, átadásra került a Feréhegyi úton a piacnál egy új zebra a Borsó utcában, az Újlak utca vonalában, az 513-as utcában, a Tesco vonalában, a Naplás úton pedig az Al Algér Álmásháza utcáknál. A 2018-es évben és tervezünk a fővárossal együttműködésben gyalogátkelő hely létesítését, a Ferihegyi útat is érinti. Ez, valamint a Pesti út, Vecsei-Ferenc utca kereszteződésében az önkormányzat megterveztette a gyalogátkelőt, és a fővárosnak átadja megvalósításra. Ezen kívül még, amire most bizonyosan lehet garanciát vállalni, a Ferihegyi út 17.-18. utcai csomópontban lámpás, kereszteződés fog kiépülni, illetve az uszodánál is megvalósul egy kelő hely. A városvezető végül kiemelte, hogy január elején megkötötte az önkormányzat a támogatási szerződést a magyar kormányjal, az aprófalva és a mákvirágóvadák felújításáról, valamint a szociális célú város rehabilitáció megvalósításáról Rákoskeresztúron. A képviselőtestület a következő rendes ülését február 22-én tartja, amelyen napirendre kerül majd a 2018-évi költségvetés tárgyalása.